A második és harmadik helyezett csatájában a hazaiak léptek fel kezdeményezőleg, az első lehetőség Lukasz előtt adódott a 10. perc végén. A 17. percben Cseri cselezte magát helyzetig, a döntő pillanatban azonban horvát kapus leszette a labdát a támadó lábáról. A 32. percben Fodor szerezhette volna meg a vezetést, lövését a gólvonalról vágta ki Kis László. A kisvárdai helyzetek után jött a balmazújvárosi gól, a 34. percben Fekete Ádám megpattanó lövése vágódott Ivancsics kapujába. A 41. percben megfogyatkoztak a hazaiak, Grumics könyöklése után a játékvezető kiállította a szerb csatárt. A második félidőben a Kisvárda emberhátrányban is mindent megtett az egyenlítésért, több helyzetet is kidolgozott a házigazda, a 70. percben Fodor lövésénél már örültek a szurkolók, a játékvezető azonban úgy ítélte meg, hogy Bódis még a gólvonal előtt hárított. A kontrákra berendezkedő Balmazújváros a hajrában Kovács révén egy kapufáig jutott, gól azonban már nem született, így Révész Attila együttese 1-0-ás vereséget szenvedett. Úgy érzem, egy roppant igazságtalan eredmény született, nagyon jól játszottak ma a srácok, sokat tettünk a győzelem érdekében, viszont nem szereztünk gólt, az ellenfél pedig egy megpattanó lövésből betalált. Lényegesen többet tettünk az elejétől kezdve, az első fél időben el kellett volna gólokkal döntenünk a mérkőzést. Élesek voltunk, szératörőek, türelemmel járattuk a labdát, megfelelők voltak az oldalváltások, a védelemvonalakat nagyon jól léptük át és törtük be a résekbe, sajnos nem szereztünk gólt. Második részben pedig ugye az első fél időben elkövetett Grumics egy borzasztó fegyelmezetlenséget, ezért 10 emberre fogyatkoztunk. A második fél időben már sokkal nehezebb volt, mert előről hiányzott egy ember. A Balmazújváros vezetőedzője Feckó Tamás elmondta, hogy tudatosan adták át a területet a hazaiaknak. Nagyon taktikusan is jól játszottunk, hiszen átengedtük a területet a Kisvárdának, tudtuk, hogy fognak jönni, és tudtuk, hogy hol vannak a hiány, hol lesznek lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen támadásból született a gólunk is. Egy nagyon jó kis vadát sikerült legyőznünk. A forduló további eredményei a következők: Szolnok Soroksár 0-1, Vác Mosonmagyaróvár 1-1, Cigánd Nyíregyháza Spartakusz 0-7, Szeged Dorog 1-1, Csákvár Siófok 3-0, Békés Csaba Grosics Akadémia 0-0, Sopron Cegléd 1-1, Puskás Akadémia Budaörs 4-2 és Kozár Miseleny Zalaegerszeg 2-1. A tabella élén a 38 pontos Soroksár áll, megelőzve az egyaránt 36 pontos Balmazújvárost és Puskás Akadémiát. A 35 pontos Kisvárda a negyedik helyen várja Budaörs vasárnapi vendégjátékát.